we begin our lecture on prophecy, let's have a prayer. Mielőtt elkezdjük az előadásunkat, engedjék meg, hogy együtt imádkozhassunk. I want to invite you to stand with me for prayer. És megengednék, hogy megkérjem önöket, hogy álljunk fel az imádság idejére. Our dear Heavenly Father, drága mennyei édesatyám, we open the Holy Bible just now, we pray that you would teach us truth. Amikor most a Szent Bibliát nyitjuk meg, akkor kérünk, hogy te taníts bennünket az igazságra. Bless us with your holy presence. És áld meg a te szent jelenléteddel. Because we ask in Jesus' name. Mert mindezt Jézus nevében kértük. Amen. Amen. Be seated, please. Kérem, foglaljanak helyet. Our topic for tonight, Count Down to Eternity, How Prophecy Reveals the Future. A ma esti témánk visszaszámlálás az örök valóságig. Hogyan is mutatja be a profécia a jövőt? For most of 1999, we were all caught up in the countdown. 1999-ben az emberiség nagy része mind visszaszámlálást végzett. Count Down to Y2K. Mindenki a 2000 év felé számolt vissza. That was a long time ago. Hát ez már nagyon régi. 10 years ago now. Majdnem 10 éve. But think back. Gondoljuk csak vissza. We were supposed to have all sorts of problems when the clock rolled over to Y2K. Azt vártuk, hogy majd mindenféle problémák fognak történni, amikor az órának az ezresről a 2000-esre kell váltania. All sorts of electronic gadgetry were going to malfunction. Azt gondoltuk, hogy majd az elektronikus készülékek mind feladják a működést ennek következtében. Well, Y2K came and what happened? Eljött a 2000. év, és mi történt? Nothing happened. Semmi. It was a big letdown. Hát ez egy nagy csalódás volt. We survived Y2K, but will we survive this millennium? Túléltük a 2000. év váltását, de vajon ezt az év ezredet, ezt túléljük? We're now almost one decade into this new millennium. Mert már majdnem 10 év el is telt ebből az új évezredből. And this millennium has been a millennium so far of unprecedented events. És eddig ez az év ezred nagyon sok váratlan eseményt hozott. Many Christians believe that Jesus is coming soon. Nagyon sok keresztény azt gondolja, hogy Jézus nem sokára eljön. In fact, in my country, America, 61% of Americans believe that Jesus will return to earth soon. Az én országomban, az Egyesült Államokban legalábbis 61%-a azt hiszi, hogy Jézus hamarosan visszatér. 59% believe the world will come to an end soon. 59%-a pedig azt hiszi, hogy nem sokára véget ér a világ. And 53% believe that events in this century have fulfilled Bible prophecy. És 53%-uk pedig meg van győződve arról, hogy ennek az évszázadnak az eseményei teljesítették a proféciákat. Well, the question is, what events have happened that have fulfilled Bible prophecy? De a kérdés az, hogy mik is azok az események, amik megtörténtek és beteljesítették a Biblia proféciáit. What does Bible prophecy have to say about our tomorrow? Mit akar egyáltalán a Biblia proféciája mondani a mi jövőnk? Well, tonight we're going to consider, we're going to begin to answer that question. Ma elkezdjük a válaszadást erre a kérdésre. When you talk about Bible prophecy, most people think of the last book in the Bible, Revelation. Amikor a Biblia proféciájáról beszélünk, akkor a legtöbb ember a Biblia utolsó könyvére gondol. But Revelation is kind of a scary book. A jelenések könyvére, és amitől általában meg is ijednek az emberek. Has all these symbols. Ott vannak a különböző szimbólumok. Beast. Különböző fenevadak. Woman riding on a beast that has 7 heads. Egy asszony, aki egy fenevadon ül, amelynek 7 feje van. 4 horsemen. 4 lovas. Angels flying in the heavens. Angyalok pedig az ég közepén repülnek. And because of the symbolism in Revelation, some people are scared of this last book in the Bible. És mivel ennyire tele van szimbólumokkal ez a könyv, az emberek közül sokan félnek ettől, hogy egyáltalán olvassák. I bet people tell me Revelation frightens me. Emberek szokták nekem mondani, a jelenések könyve engem megrémi. Other people think that Revelation is sort of a closed book. Mások meg azt mondják, a jelenések könyve az egy ilyen bezárt könyv. They say you can't understand it. Ezt nem lehet megérteni. Well, let's go to the book of Revelation and find out whether it's closed or open. Nos, akkor menjünk a jelenések könyvéhez és nézzük meg, hogy valójában ez egy bezárt könyv, vagy nyitott. We're going to the last book in the Bible.
Lapozzunk tehát a Biblia utolsó könyvéhez. Take your Bible. Fogják meg tehát a Bibliájukat. You have a Bible tonight, right? Ugye mindenkinél van ma este Biblia. Let me see those Bibles. Hadd lássam ezeket a Bibliákat. All right, I see them here. Aha, látok sokat, rendben. Go to the last book, end of the Bible. Tehát lapozzanak egész a Biblia végig az utolsó könyvénél nyissák. This is New Testament. Az Új Testamentum 286. oldalán. Page is there for you. Ott van a képernyőn, láthatják az oldalszámot. We're reading the first verse of the last book in the Bible. A Biblia utolsó könyvének első versszakát olvassuk fel. Revelation 1, verse 1. Tehát Jelenések könyve első fejezet első verse. Have you found that book? Megtalálták ezt a könyvet? If you have, let me hear aloud, yes. Hogyha megtalálták, akkor hadd mondják hangosan azt, hogy igen. Okay, sounds like most of you have. Akkor már úgy hallom, hogy most már legtöbben megtalálták. Let's read it together now. Revelation 1, verse 1. Olvassuk tehát együtt Jelenések könyve első fejezet első vers. The Bible says. Azt mondja a Biblia, Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyalai által, megjelenti az ő szolgájának, Jánosnak. So this is called the revelation. Ez tehát kijelentés. Revelation means to open. A kijelentés pedig azt jelenti, hogy megnyitni. To reveal. Megvilágítani. To unveil. Felfedezni. It's the opposite of to conceal. Ez pontosan az ellentéte a bepecsételés. If I told you I would reveal to you how old I am. Hogyha én azt mondanám önöknek, hogy kijelentem azt, hogy én hány éves vagyok. That would be a revelation. Akkor ez egy kinyilatkoztatás, egy jelenések lenne. But I'm not going to make that revelation tonight. De ezt a kinyilatkoztatást én ma este nem fogom önöknek megtenni. But here we have a revelation. De itt van egy kinyilatkoztatás, egy kijelentés. And it says in verse 1, it's the revelation of who? És az első vers már mindjárt azt mondja, hogy kinek is a kijelentése ez? Revelation of Jesus. Jézus Krisztusnak. In Revelation we have Jesus Christ revealed. A Jelenések könyvében tehát Jézus Krisztust látjuk kijelentve. And we have the Antichrist exposed. És az Antikrisztust megtalálhatjuk, ahogy leleplezik. Do you think that the devil wants people to see Jesus revealed and the Antichrist exposed? Mit gondolnak? Az ördög szeretné azt, hogyha Jézus Krisztus kijelenteni magát ebben a könyvben, és az Antikrisztus pedig leleplezni? You suppose? Feltételezik, hogy szeretné ezt az ördög? I don't think so. Nem hiszem. And so he tries to frighten people from the book of Revelation. És ezért van az, hogy megpróbálja az embereket megrémíteni a Jelenések könyvétől. But God pronounces a blessing on those who study this book. Azonban Isten áldást rejteget azok számára, akik ezt a könyvet tanulmányoznak. Revelation 1 verse 3, let's read that blessing. Olvassuk ugyanebben a fejezetben az első fejezet harmadik versét. It says, azt mondja, boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. Blessing for those who read. Tehát kire tartogat áldást azokra, akik olvassák. Blessing for those who hear. Azok boldogok, akik hallgatják. And for those who keep. És azok, akik megtartják. The reason why we read and hear is that we may keep the teachings of Revelation. Az az oka, hogy halljuk és olvassuk, hogy meg is tartsuk azt, ami a Jelenések könyvében van. Revelation contains 404 verses. A Jelenések könyvének 404 verse van. Of those, 276 are found in other books of the Bible. Ebből 276 vers a Biblia más könyveiben is megtalálható. So to understand Revelation, we must study it in connection with the Scripture. Azért tehát, hogy megértsük a Jelenések könyvét, a Biblia más könyveit is tanulmányoznunk kell. There is another book though in the Bible that helps us more than any other to unlock the symbols of Revelation. Van a Bibliának még egy könyve, amely sokkal több kulcsot tartalmaz a Jelenések szimbólumainak megoldására, mint bármely más könyv a Bibliában. Anybody know what book that is? Tudja valaki, hogy melyik könyv az? The book of Daniel. Daniel könyve. Daniel and Revelation each explain the other's prophecies. Daniel és Jelenések a egymás proféciáit magyarázza. But let's answer this question before we go any farther. De mielőtt tovább lépnénk, válaszoljuk meg a következő kérdést. How shall we interpret or understand the symbols of Bible prophecy?
hogyan lehet megmagyarázni vagy érteni jelenéseknek a szimbólumait. If you're taking notes, then let's mark down two principles. Hogyha jegyzetelnek, írjanak le két elvet. Principle number one. Az első elv. We must allow the Bible to explain its symbols. Hagynunk kell, hogy a Biblia önmagát magyarázza. And our text for that, if you're taking notes, 2 Peter 1:20. És hogyha jegyzetelnek, írják fel 2 Péter 1:20. Ez erre a Biblia szöveg. Which says no prophecy of the scripture is of a private interpretation. Amely azt mondja, hogy egyetlen egy bibliai szó sem támad csak úgy saját magyarázatot. That's not up to me or to you or to some church to interpret prophecy. Nem attól függ a magyarázat, hogy én hogy magyarázom, vagy egy egyház hogy magyarázza, vagy valaki más hogy magyarázza. We have to let the Bible interpret its symbols. Hanem hagynunk kell, hogy a Biblia önmagát magyarázza meg. Second principle. A másik elv. We must compare scripture with scripture to understand scripture. Igét igével kell összehasonlítanunk, hogy megértsük az igét. And a text for that is Isaiah 28 verses 9 and 10. Ehhez a Biblia szöveg Ézsaiás 28, 9, 10. Where the Bible says line upon line, precept upon precept, here a little, there a little. Ahol a Biblia azt mondja, hogy itt egy kicsit, ott egy kicsit, parancsra, új parancs, szabályra pedig új szabályt találunk. So we get all the Bible texts together on a topic or a prophecy, and then we have a clear picture. Ezért van az, hogy egy bibliai proféciának, vagy egy bibliai témának különböző helyekről, ha összeszedjük a tanításait, akkor kapjuk meg a teljes képet arról a témáról, vagy proféciáról. Let the Bible explain itself. Hagyjuk tehát, hogy a Biblia önmagát magyarázza. We compare scripture with scripture. És hasonlítsuk igét igével össze. How many of you agree with me that those are safe principles to follow to study Bible prophecy? Hányan értenek együtt, egyet velem abban, hogy ez a módszer egy biztos módszer ahhoz, hogy megértsük a bibliai proféciát? Let me see. Hadd lássam a kezeket. All right, we're all together. Akkor úgy látom, hogy együtt haladunk. With that background, let's begin our study of prophecy for the future. Tehát ennek a hátterében most már nézzük meg, hogy mi is a jövőről szóló egyik proféciát. We're going to start tonight in Daniel. Ma este Dániellel fogunk kezdeni. Tomorrow night we're going to look at prophecies that Jesus gave about end time. Holnap pedig olyan proféciát leszünk, amit Jézus maga mondott a végidőkről. On Monday we're going to look at evidence from history and creation that this book is inspired by God. Hétfőn pedig olyan bizonyítékokat fogunk feltárni, amelyek azt mutatják, hogy ez a könyv Istentől ihletett könyv. By the way, on Monday we are going to challenge the theory of evolution. Egyébként hétfő lesz az a nap, amikor az evolucionistákat ki fogjuk hívni. And then on Tuesday, majd pedig kedden, we're going to come back to Revelation and we're going to look at the next world superpower. Visszatérünk a jelenések könyvére, és megnézzük, mi a világ következő szuperhatalma. But tonight let's go back to an old dream, ancient dream. Ma azonban menjünk vissza a múltba egy régi koroknak az álmához. In the book of Daniel, Dániel könyve második fejezetében. This is Old Testament. Ez pedig az Ószövetségben. So this will be before your marker. Tehát a könyvjelző előtt balra található a 832. oldal. Daniel 2. Dániel könyve második fejezet. We're going to see tonight the history of Europe foretold in the Bible 2500 years in advance. Mégpedig Európának a történelmét fogjuk megnézni ebben a fejezetben, amit 2500 évvel korábban mondtak el, mint ahogy megtörténtek az események. We're going back in time about 2500 years. Tehát visszamegyünk kb. 2500 évet. To the old city of Babylon. És megérkeztünk Babilon régi városába. 2500 years ago, Babylon was the metropolis of the world. 2500 évvel ezelőtt Babilon volt a világ nagy metropolisza. It was the superpower. Az volt a szuperhatalom. And the king of Babylon back then was named Nebuchadnezzar. Ebben az időben Babilon uralkodója Nabukodonozor volt. I might mention that Babylon is mentioned 6 times in the book of Revelation. Szeretném azt is elmondani, hogy a jelenések könyvében 6-szor fordul elő a Babilon neve. Is that an interesting number? 6. Érdekes száma 6. Have you ever heard of 666? Hallottak már valaha 666-ról? We're going to study that in a future lecture. A jövőben majd fogunk erről is tanulni. We're going to find out that that number actually comes from Babylon. És meg fogjuk látni, hogy ez a szám valójában Babilonból származik. But we'll look at that in a later lecture. Ez persze majd egy jövőbeli előadás.
forráson fogjuk meglátni. Nebuchadnezzar, the king back then, was thinking about the future one evening. Tehát Nabukodonozor az egyik éjszaka gondolkodott, mi lesz a jövő. And God gave him in his sleep a dream. És álmában Isten egy álmot adott neki. Outlining the history of the world from his day to the end of time. Mégpedig bemutatta az ő saját korától egészen a föld végéig szóló történetet. But when he awoke from his dream, he couldn't remember it. De amikor fölébredt az álmából, egyszer nem emlékezett rá, hogy mit álmodott. Did that ever happen to you? Történt ez már meg örökkel is? Have a dream and so vivid, you wake up, can't remember it. Volt már olyan, hogy valami álmodtak, és ez annyira élénk volt, hogy egyszer fölébresztette önöket, és amikor fölébredtek, nem emlékeztek rá, hogy mi is volt az. That happened in Nebuchadnezzar. Ez történt Nabukodonozorra is. And so he had to rely on a young man by the name of Daniel to remind him of his dream. És rá kellett bíznia magát egy fiatal emberre, Dánielre, aki meg tudta mondani, emlékeztetni, hogy mi is volt ez az álom. Tell him what it meant. És elmondta azt is, hogy mi annak a jelentőség. Are you back in Daniel now? Tehát ott vannak Dániel második fejezeténél. Daniel 2. Második fejezetét megtalálták? We're going to start reading in verse 26. A 26. versnél kezdik. The Bible says. Azt mondja a Biblia. Szól a király és mond a Dánielnek, akit Baltazárnak neveznek. Csak ugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmot, amelyet láttam, és annak értelmét? Can you tell me what I dreamed last night? Meg tudod valóban mondani, hogy mit is álmodtam az elmúlt éjszaka? Notice Daniel's answer. Figyeljük csak meg, mit válaszol Dániel. Verse 27. A 27. versben. Felelte Dániel a király előtt, és mondta. A titkot, amelyről a király tudakozódik, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. They don't know the future. Nem tudják a jövőt. They don't know it any better today. És ma sem tudják jobban ezek az emberek. But there is somebody who does know the future. De van valaki, aki tudja a jövőt. Verse 28. Nézzük meg a 28. versben. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi részen az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban, ez volt. This God in heaven reveals secrets. Ez az Isten, aki a mennyben van, megmutatja a titkokat. And the greatest secret is the future. És a legnagyobb titok a jövő. We don't know the future. Nem tudjuk a jövőt. But God does. De Isten ismeri. We're going to see tonight how God foretold the future of the world. Most megláthatjuk azt, hogy Isten hogy mondta meg előre, hogy mi lesz a világ jövője. It says here that the God revealed to Nebuchadnezzar what would happen in the latter days. És figyeljük csak meg, hogy Isten itt azt mondja Dánielen keresztül, hogy azt mutatta meg Nabukodonozornak, hogy mi lesz az utolsó napokban. How many of you here think we're living in the latter days? Hányan vannak önök közül, akik itt ülnek, akik azt gondolják, hogy az utolsó napokat éljük? Let me see. Hadd lássam a kezeket. Well, it looks like most of us. Hát úgy tűnik elég sokan a legtöbben. So this dream has something for us tonight. Akkor ez az álom van, amit mond nekünk is. What was the dream? Mi is volt az álom? Well, here we have a kind of an animation for it. Itt van egy animáció erre nézve. Király, te pedig ezt láttad. Gondolataid támadtak a te ágyadban, afelől, hogy mik lesznek ezután. És megjelent, te, akik megjelented a titkokat, megjelentetted. Te láttad, és egy kép, a kép, amely hatalmas volt, kiváló az ő fényessége. Előtte állt annak állóképenek feje, tiszta aranyból volt, látszárai vasból és cserépből. Nézted, míg egy kő leszakadt kézérintése nélkül, és letörte azt az állóképet vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta azokat. Akkor egyé zúzódik a vas réz, ezüst és arany, és nőnek, mint a nyári szélűn a polyva, és elkapta azokat a szél és helyüket, nem találták azoknak. Az a kő pedig, amely leütötte az állóképet nagy hegyélőn, és betöltötte az egész földet. Daniel 2:31-35, if you're taking notes. Ez Dániel könyve második fejezetének 31-től 35. verséig van, hogyha jegyzetelnek, írják föl. Wouldn't you be impressed if you had a dream like that? Nem lenne önöknek is egy egész meglepetés és nagy benyomással bíró, hogyha önök egy ilyen álmot látnának? This metallic man. Ott van ez a nagy, fém ember. Head of gold. Feje aranyból. Chest and arms of silver. És a mellkasa ezüstből. Midsection of brass. A törzse pedig rézből. Legs of iron.
A lábai pedig vasból. Feet of iron and clay. A láb ujjai pedig vasból és cserépből. And then this rock that comes and smashes it all. Majd jön egy szikladarab és az egészet összetöri. But the king forgot the dream. De a király elfelejtette ezt az álmot. So Daniel here is reminding him. Tehát Dánielnek emlékeztetni kellett. And then in verse 36 Daniel says. És akkor a 36. versben azt mondja Dániel. This is the dream. Ez az az álom. I don't know if I would have been that bold. Hát én nem tudom, hogy én lettem volna ennyire merész. I probably would have said, well, king, is that it? Talán azt mondtam volna, oh, király, hát ez az álom. Did I get it right? Jól mondom. Not Daniel. De Dániel nem így. Daniel said, that's what you dream. Dániel azt mondta, ez az az álom. And the king, sitting there in amazement, he remembered it all came back to him. És a király ámulva ült ott, hiszen minden visszajött az emlékezetébe, amit álmában látott. Since Daniel could remind him of the dream, mivel hogy Dániel emlékeztetni tudta arra, hogy mit is álmodott, the king trusted Daniel to have the correct interpretation. Ezért a király megbízott Dánielben, hogy a megfelelő magyarázatot is adja erre az álomra. What does it mean? Mit jelent ez az álom? If you'd been there with the king that morning, you would have asked Daniel, what's it mean? Hogyha önök lettek volna ott a király helyében, akkor önök is azt kérdezték volna Dánieltől, na de akkor mit jelent ez az álom? We'll get the answer from the Bible. Nézzük meg, mit mond a Biblia válasz. From the prophet Daniel. Dániel prófétából. Daniel 2 verse 38 says. A második fejezet 38. verse azt mondja. Daniel says 2500 years ago you are that head of gold. 2500 évvel ezelőtt azt mondja Dániel. Te vagy az aranyfej. So the golden head represented Nebuchadnezzar and his kingdom of Babylon. Tehát ennek a szobornak az aranyfeje Nabukodonozort és az ő birodalmát, Babilont jelképezte. Babylon ruled from 605 to 539 BC. Babilon Krisztus előtt 605-től 539-ig uralkodott. You know how long that is? Tudják, hogy hány év ez? It's about 66 years. Nagyságrendben 66 év. 6-6. We'll come back to that in a later lecture. Majd erre még vissza fogunk térni később az előadás sorozatunk kapcsán. Babylon was a golden empire. Babylon egy aranybirodalom. There are over 200 gold-domed temples inside the walls of Babylon. Babylon falain belül több mint 200 különböző templom volt és dóm, amelynek a tetejét mind arany fette. They had the famous hanging garden. Ott voltak a híres függőkertek. One of the seven wonders of the ancient world. Az ókori világ hét csodájának egyike. River Euphrates flowed right down through the city. A város közepén folyt az Eufrates folyó. They had a 20-year food supply. És 20 évre való élelmiszer tartalékuk volt bent a városban. Archaeologists estimate the wall of Babylon was about 30 meters wide. Az archeológusok, régészek azt mondják, hogy kb. 30 méter széles volt a városnak a fala. Up to 100 meters tall. És kb. 100 méter magasságig nyúlt föl. They had chariot races on the top of those walls. És a falak tetején kocsi versenyeket tartott. Like having an M0 on the top of your city wall. Olyan, mint hogyha az akkori M0-ás körgyűrű ment volna ott a fal tetején. There was no weapon back then that could conquer Babylon. Abban az időben semmiféle fegyverrel nem lehetett legyőzni Babilont. And so Nebuchadnezzar thought Babylon would last forever. Ezért aztán Nabukodonozor azt gondolta, hogy Babilon örökké megmarad. Archaeologists dug up this tablet in the ruins of Babylon with these words. A régészek ezt a táblát ásták ki, amelyen ezek a szavak voltak. Inscribed by Nebuchadnezzar. És ez Nabukodonozorról szólt. May it, Babylon, last forever. Bárcsak fennmaradna örökké, maradjon fenn örökké. Did Babylon last forever? De vajon Babylon örökké fenn marad? No, it only ruled for about 66 years. Nem, körülbelül 66 évig uralkodott. 2500 years ago, 2500 évvel ezelőtt, Daniel told the king, Dániel azt mondta a királynak, after you, majd utána become another kingdom inferior. Más birodalom támad, amely alább való. So these metals in the image represent kingdoms. Tehát ezek a fémek, amelyből ez a szobor áll, különböző birodalmakat jelképez. After Babylon become another kingdom. Tehát Babilon után egy más birodalom támad. Who knows what kingdom came after Babylon? Tudja valaki, hogy Babilon után melyik nagy birodalom támad? Medo
Persia. God predicted it would happen. És Isten megjövendőlte, hogy ez meg fog történni. How did the Medo-Persians get through those walls? Hogy jutottak egyáltalán a médek és a perzsák keresztül ezeken az óriási falakon? A Bible prophet actually foretold how it would happen. Egy bibliai próféta megmondta előre, hogy ez hogy fog megtörténni. Prophet Isaiah. Ézsaiás próféta. About 150 years before Cyrus was born, Isaiah wrote in Isaiah 45 verse 1. Ézsaiás 45:1-ben, Ézsaiás már 150 évvel ezelőtt megírta, hogy mi fog történni. Mark in your notes tonight. És kérem, hogy ezt jegyzeteljék le. Isaiah 45:1. Tehát Ézsaiás 45:1. We'll read it here. Olvassuk el együtt. Így szól az Úr fölkentjéhez Szíruszhoz, kinek jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak népeket. És a királyok derekainak övét megoldjam előtte, megnyissam az ajtókat, és a kapuk benne zároltassanak. So Isaiah predicted the gates would not be shut. Ézsaiás tehát megjövendőlte, hogy a kapuk nem lesznek bezárva. Let me tell you how Babylon fell. Hadd mondjam el önöknek, hogy hogyan esett el Babilon. When the Medo-Persian army surrounded Babylon, amikor a médek és a perzsák körbefogták Babilon várost. The Babylonians felt so confident inside their city. A babiloniak annyira biztonságban érezték magukat a falakon belül. They had a big party. Hogy egy nagy rendezvényt szerveztek. The soldiers all got drunk. És a katonák mind megrészegettek. Read the story of Daniel 5. Dániel könyve 5. fejezetében el is olvashatjuk ezt a történetet. And during the night when they were having this party, és az éjszaka folyamán, miközben ez a nagy parti folyt, the Medo-Persians diverted the river Euphrates. A médek és a perzsák elterelték az Eufrates folyót. You see the river Euphrates flowed right down to the city. Látják, ugye ott a város közepén folyt keresztül az Eufrates folyó. But there was a wall on each side of the river inside the city. Azonban belül is a folyó mindkét oldalán volt egy belső város. But the Babylonians, they felt so confident. De a babiloniak annyira biztonságban érezték magukat. They were so drunk. Persze annyira részegek is voltak. They left the gates open. Hogy a belső kapuk ajtajait egyszer nyitva hagyták. And so when Cyrus, when they dried up the river Euphrates, they went down underneath the wall. Tehát amikor Cyrus miután elterelt és kiszárasztotta az Eufrates folyót, így a fal alatt, a külső fal alatt be tudott menni. Came up inside. Bejutott belőle. And those inner river wall gates had been left open. És azt találta, hogy a belső falak kapui nyitva vannak. October 13, 539 BC, Babylon fell. És ekkor 539-ben Babilon elesett. You can read the rock record of that in London today. Londonban megláthatják ezt a múzeumban Cyrus hengerén. Cyrus Cylinder. Úgy hívják, hogy Cyrus hengere. Describing how he dried up the river Euphrates. Azt írja le, hogy hogyan is terelte el az Eufrates vizét. Conquered ancient Babylon. Hogyan győzte le az ókori Babilont. So the silver in the image represents the kingdom of Medo-Persia. Tehát a mellkas, ami ezüstből volt, ez Medo-Perzsiát jelképezte. Medo-Persia ruled from 539 to 331. Krisztus előtt 539-től 331-ig uralkodott a Medo-Perzsa birodalom. But then 2500 years ago Daniel told the king. És akkor 2500 évvel ezelőtt azt mondta Dániel a királynak. And a third kingdom. Majd jön egy harmadik király. Brass, egy harmadik birodalom. Will rule over all the world. Amely részből van és az egész földön uralkodik. So these are world ruling empires of the past. Ugye figyeljük, hogy itt a világ birodalmakról, a múlt világ birodalmairól van szó. First Babylon. Az első volt Babilon. Then Medo-Persia. Majd jött Medo-Persia. Who knows what was that third kingdom that ruled the world? És ki tudja, hogy ki jött ezután? Ki volt a harmadik világ birodalom? That was Greece. Görögország. Under the leadership of Alexander the Great. Nagy Sándor vezetése alatt. The historian says this about Alexander the Great. Nagy Sándorról a következőket mondják. Meggyőződésem, hogy nem volt egyetlen nemzet, város vagy nép, amely ne hallotta volna a nevét. Az az érzésem, hogy isteni gondviselés volt az, amely születése és cselekedetei felett különös gonddal őrködött. A divine hand guiding the affairs of history. Egy isteni gondviselés az,
amely különös gonddal őrködött a történelem felett. We may not know why God allows certain things to happen. Az lehet, hogy nem tudjuk, hogy Isten miért enged meg, hogy bizonyos dolgok megtörténjenek. But we can see that God is in control. De azt láthatjuk, hogy Isten uralkodik és ő vezet. Mark this, we are looking at European history tonight foretold 2500 years ago. És ne felejtsék el, hogy most tulajdonképpen Európa történelméről fogunk beszélni, amit 2500 évvel ezelőtt mondtak el. First Babylon, then Medo-Persia, then Greece. Tehát először mégis Babilonról beszélünk, majd Médo-Perzsiáról, majd Görögországról. A divine hand. Egy isteni kéz. Now the question for us tonight, is that divine hand guiding in our lives? A nagy kérdés az, hogy vajon ez az isteni kéz irányítja az én életemet? Since God can guide the kingdoms of earth, mivel hogy Isten a nagy birodalmakat a Földön irányítani tudja, can it guide you? Akkor tudja önt is irányítani? If you let it. Hát ha persze engedi. The Bible tells us in Isaiah 58:11, mark it down. A Biblia azt mondja Ézsaiás 58:11-ben, és kérem, hogy ezt jegyzeteljék el. És vezérel téged az Úr szüntelen, megerégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. If you will let God, he will guide your life continually. Hogyha engedik önök, akkor Isten folyamatosan vezeti az önök életét. If you feel tonight like your life has become kind of unraveling. Hogyha úgy érzik ma este, hogy az életük egy kicsit úgy felborult. That your life is kind of confused. Hogyha egy kicsit összezavarodt. Or maybe a bit messed up. Hogyha esetleg úgy látják, hogy nem is tudják, hogy merre tekintsenek. Let God guide your life. Akkor engedjék azt, hogy Isten vezesse az önök életét. There's no greater peace that comes from surrendering all our choices to God. Mert nincs annál nagyobb békesség az ember életében, mint amikor az ember minden döntését alárendeli Isten akaratának. Since he guides the kingdoms of earth, he can certainly guide us. És mivel hogy ő a föld nagy birodalmainak az életét is tudta irányítani, az önök életét is tudja. You'll let him do that, you'll find peace in the present and hope for the future. És hogyha megengedik az Istennek, hogy ezt megtegye, akkor van békességük a jelenben, és van jövőjük. But let's go back to Greece. De menjünk csak vissza Görögországba. It's the kingdom of brass. Ez a réz birodalma. History shows us the Grecians were known for brass. A történelem elmondja, hogy Görögország a rézről volt ismert. They used brass armor. Réz páncélokat használtak. Brass weapons. Réz fegyvereket. Babylon was known for its gold. A Babilon pedig az aranyáról volt ismert. Medo-Persia for its silver. Medo-Persia az ezüstjéről. And Greece was known for its brass. Görögország pedig a rézről. So the brass and the metallic image represents the kingdom of Greece. Tehát ennek a szobornak a rész törzse Görögországot jelképezi. And if you're taking notes tonight, put down Daniel 8 verse 21. És hogyha jegyzetelnek, akkor kérem írják le Dániel 8:21-et is. Which foretells that Greece would be the third kingdom 200 years before Greece ruled. Amely szerint meg is nevezi, hogy Görögország lesz az a harmadik birodalom, amelyik a földet fogja uralni. Greece ruled from 331 to 168 BC. Krisztus előtt 331-től 168-ig uralkodott Görögország. You understand we count down because we're in BC. Ugye tudják azt, hogy visszafele számolunk, mert hogy Krisztus előtti időben vagyunk. God outlined this all centuries before. És Isten mindezt évszázadokkal korábban, mielőtt megtörtént volna, elmondta. Let's now read about the legs of iron. És most pedig beszéljünk egy kicsit a vas lábakról. Daniel 2 verse 40. Nézzük meg Dániel könyve második fejezet 40. versét. It says the fourth kingdom. Azt mondja, a negyedik birodalom. So these are kingdoms. Tehát látják, ugye, hogy ezek birodalmak. First Babylon, then Medo-Persia, then Greece. Először ugye Babilon, majd Medo-Persia és aztán Görögország. Now the fourth kingdom shall be strong as iron. Mondja, most jön a negyedik birodalom, amely pedig erős lesz, mint a vas. Mert miként a vas széttör és összezúz minden, bizony, mint a vas pusztít, mind azokat szétzúzza és elpusztítja. Who remembers what was that fourth empire? Ki emlékszik, hogy ki volt ez a negyedik birodalom? That was Rome. A római birodalom. Just as the legs form the longest part of your body. Ugyanúgy, ahogy az emberi testnek a leghosszabb része a két lába. So Rome ruled for the longest time span.
Ugyanígy a római birodalom a leghosszabb ideig uralkodott ezek között. For over 500 years Rome was invincible. Körülbelül 500 éven keresztül Róma uralta a világot. Her standards wave from the British Isles to the Arabian Gulf. Az arab öböltől egészen a brit szigetekig terjedt a birodalom. From the North Sea to the Sahara Desert. Az északi résztől egészen a szaharai sivatagig. From the Atlantic to the Euphrates. Az Eufrátesztől az Atlanti-óceánig. Rome was that fourth empire, the Iron Monarchy of Rome. Róma volt tehát a negyedik birodalom, a vas birodalom. Rome, of course, was ruling when Jesus came to this world. A római birodalom uralkodott akkor is, amikor Jézus a földre jött. Jesus was condemned by a Roman governor. Római kormányzó ítélte őt el. Crucified by Roman soldiers. Római katonák feszítették keresztre. Roman soldiers divided his garments. Római katonák voltak, akik megosztoztak az ő köntösét. Roman soldiers guarded his tomb. Római katonák őrizték a sírját. In fact, it's this weekend when we're celebrating that holy event. Ugye most következnek azok a napok, amikor ezt az eseményt ünnepeljük. Today, Good Friday, the day Christ died. Ugye ma van nagy péntek, amikor Krisztus meghalt. And then, of course, there's Saturday and Sunday, the day he rose. Majd jön ugye a szombat, és vasárnap, amikor feltámad. So we're celebrating that event this weekend. Ezen a hét végén ünnepeljük ezt az eset. And I might mention that Revelation is a picture, a story of Jesus. És szeretném elmondani önöknek, hogy a Jelenések könyve nem más, mint a Jézusról szóló kép és a Jézusnak a története. What the book says, Revelation of Christ. Hát ezt is mondta, hogy olvastuk a könyvben, Jézus Krisztusnak a kijelentése. In Bible prophecy we discover that Jesus is the center of history, is the theme of prophecy. És a Bibliában megtalálhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus a történelem középpontja és a proféciáknak a témája. You cannot study this book without discovering Jesus. Nem lehet ezt a könyvet úgy tanulmányozni, hogy közben ne fedezzük fel Jézus. In these lectures, as we talk about tomorrow, we talk about the future, we're going to find a closer experience with Jesus. És ahogy tanulmányozzuk majd sorba ezeket a könyveket, akkor egyre közelebb és közelebb kerülünk Jézushoz. He died on that cross that we might be saved. Azért halt meg a kereszten, hogy mi megmenekülhessünk. But Rome was ruling back then. Ugye római birodalom uralkodott ebben az időben. Rome ruled from 168 BC down to the 5th century AD. Krisztus előtt 168-tól az Krisztus utáni 5. századig uralkodott Róma. But question, what kingdom would conquer Rome? A kérdésem az, melyik volt az a birodalom, amely legyőzte Rómát? We know from history Rome was not conquered by a fifth empire. Tudjuk ugye a történelemből, hogy Rómát nem egy ötödik birodalom győzte le. Rome was divided. Hanem Róma szétesett. Notice verse 41. Nézzük csak meg a 41. verset. Daniel 2 verse 41. Dániel 2, 41. Watch this. Figyeljék csak! Hogy pedig a lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál, a birodalom két felé oszol. De lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, és a vas elegy volt a agyag cserépvel. For this prophecy to be correct, it has to picture a division of the fourth empire. Tehát ez a kép az, amely megmutatja, hogy a negyedik birodalom hogyan is esett szét. And that's exactly what the Bible tells us. Pontosan ez az, amit a Biblia megmutat, hogy ez a birodalom szétesett. The fourth kingdom Rome would be divided. A negyedik birodalom, a római birodalom ugyanis szétesett. That's why these feet are of clay and iron. Ezért található a lábaknak a végén vas és cserépnek az eleje. Divided into how many parts? Hány részre esett Róma? How many toes do you have? Hány lábujjunk van? 10 toes. 10 lábujjunk van, nem? Rome was divided into 10 parts. És a római birodalom is 10 részre esett. Here we have a list of those 10 kingdoms. Itt találjuk ezek a 10 birodalomnak a leírását. A germánok, akik németek ma, a burgundok, a svájciak, a frankok, akikből a franciák lettek, a lombardok, az olaszok, az angol szászok, az angolok, szuévek, a portugálok, a vizigótok, a spanyolok. Three have become extinct. És három birodalom az, amely ma már nem létezik. Hegelad, the Vandals, the Ostrogoths. A herulok, a vandálok és a keleti gótok.
So of those original 10 divisions of the ancient Roman Empire, 7 still exist today. Ebből a 10 birodalomból, amelyre szétesett a római birodalom, 7 még a mai napig fönnáll. Here we have a map of the division of the ancient Roman Empire. Itt van az a térkép, amelyen láthatják, hogy hol milyen részei voltak a római birodalomnak. Attila the Hun and others came down out of the north and they carved up the Roman Empire. Attila the Hun and other people came out of the north, divided Rome. Északról jöttek a különböző törzsek, és Rómába betörtek, és a római birodalomba, akkor szétszabdalták tulajdonképpen. That's why in the prophecy this image has clay and iron feet picturing the division. Ezért mondja a Biblia, hogy agyag és vas, vagy cserép és vas keveréke a láb. That is amazing. És ez nagyon lenyűgöző. 2500 years ago, God outlined the history of Europe. 2500 évvel ezelőtt Isten megmondta előre Európa jövőjét. In the Bible. És ez a Bibliában. Tonight we have looked back over history and we've seen how correctly history has followed Bible prophecy. Ma már ugye visszafele kell tekintenünk, hogy meglássuk, hogy az akkor mondott bibliai proféciák milyen helyesen és pontosan teljesedtek be. Something else is interesting. Van még valami, ami nagyon érdekes. The prophecy we're looking at tonight holds for us the key as to where the Antichrist will come from. A mostani profécia, amit tanulmányoztuk, azt a kulcsot is tartalmazza, amiben megállapíthatjuk, hogy honnan is származik az Antikrisztus. You may have heard of the Antichrist. Talán hallottak már az Antikrisztusról. I've had people ask me, what nation will the Antichrist come from? Tehát meg fogjuk majd azt is tudni, hogy milyen nemzetiségű lesz az Antikrisztus. The prophecy of Daniel 2 holds the key to answer that question. Erre szóló kulcs Dániel proféciájának ebben a proféciájában található. But we'll look at that in more detail in the future lecture. De ezt majd egy jövőbeni előadáson fogjuk megtalálni részletesen. Something else very interesting about this image. Van még valami, ami nagyon érdekes ezen a képen. The value of the metals as you go down through the image, the value decreases. Ahogy megyünk lefelé a fejtől, haladunk lefelé, a fémeknek az értéke egyre csökken. While the value goes down, azonban az értéke, ahogy csökken ezeknek a fémeknek, what happens to the strength of the metals? Ezzel ellentétben mi történik a fémek erősségével? It goes up. Egyre növekszik. Gold is the most valuable metal. Mert ugye az arany az egyik legpuhább fém. But it's the softest. Ugye ott van az arany, mint a legpuhább. Silver is less valuable, but it's a bit stronger. Bár a legértékesebb. Azonban ott van az ezüst, ami hát egy kicsit értéktelenebb, valamint erősebb is azonban az aranynál. Brass is less valuable, but it's stronger than silver. Majd következik a réz. A réz még az ezüstnél is értéktelenebb, viszont sokkal erősebb, mint az ezüst. Iron is the least valuable, but it's the strongest. És ott vannak végül a vas lábak, amelyek ugye a legkevésbé értékes fémek ezek közül, de mégis a legerősebb. When you get down to iron and clay, I heard one preacher say that sounds like concrete. És amikor eljutunk oda, hogy vas és agyag, egyik prédikátortól azt hallottam, hogy ez úgy hangzik, mint azt mondaná, hogy beton. I don't know if I agree with that. Nem tudom, hogy egyet értek-e vele vagy sem. But concrete's the strongest. De az biztos, hogy a beton a legerősebb. So as the value goes down, the strength goes up. Tehát ahogy az érték csökken, a keménység, az ereje annál inkább nő ezeknek a fémeknek. I thought that was interesting. Azt gondoltam, ez érdekes megjegyzés. Let's take a careful look at these feet. Nézzük most meg egy kicsit részletesebben, úgy is néz ki ez a láb. Verse 43. Nézzük meg a 43. verset. Daniel 2:43 says. Tehát Dániel könyve második fejezet 43. verse azt mondja, hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. They will mingle with the seed of men. Emberi mag által egyesülnek. That's intermarriage. Ez azt jelenti, hogy az egymás között házasodtak. And if you remember European history about 100 years ago, many of the crown heads of Europe were intermarried. És hogyha visszatekintünk évszázadokra, visszamenően az európai államokra, a nagyon nagy szokás volt, hogy a különböző nemzetek fői összeházasodtak, ugye lányaikat a királyoknak, a királyok
pedig elvették más nemzetek lányai. Trying to form alliances. És ezzel bizonyos szövetséget akartak létrehozni az államok között. But the Bible says they wouldn't stick together. De azt mondja a Biblia, hogy ezek nem fognak egyesülni. You cannot weld iron and clay together. Nem lehet összehegeszteni a vasat az agyaggal. For about 7 years I worked as a welder. Körülbelül 7 éven keresztül dolgoztam hegesztőként. Before I got into teaching. Mielőtt én még tanítottam volna. And I've welded all sorts of metals. Mindenféle fémet összehegesztettem. But I've never welded iron to clay. De anyagot soha nem tudtam összehegeszteni vassal. That's not possible. Lehetetlen. And so here God says they will not cleave together. És így akarja Isten itt elmondani, hogy ezek nem fognak egyesülni. One question. A kérdése. Has anybody tried to reunite the ancient Roman Empire? Voltak emberek, volt valaki, aki megpróbálta ezt az ősi birodalmat újra egyesíteni a későbbi korban? To reunite Europe? Újra egyesíteni Európát? Yeah. Igen. Napoleon tried. Például Napóleon is megpróbált. And at the height of his success, when it looked like he would conquer all of Europe. És a sikere csúcsán, amikor már úgy gondolta, hogy egész Európa a lábai alatt hever. A Christian minister came to him one day. Akkor odajött hozzá egy keresztény pap. And read the prophecy of Daniel 2. És elolvasta neki Dániel könyve második fejezetének a proféciáját. We just looked at it tonight. Pontosan azt, amit most megnéztünk. He said, Napoleon, based on Bible prophecy, és azt mondta Napóleon, a Biblia proféciája alapján, I predict you'll never conquer all of Europe. Azt jósolom neked, hogy soha nem fogod egész Európát legyőzni. You know what Napoleon said? És tudják, hogy mit válaszolt erre Napóleon? God himself cannot stop me. Még az Isten sem tud megállítani engem. Well, God stopped Napoleon. De Isten megállította. The Battle of Waterloo. A Waterloo-i csatában. It rained and rained and rained. Esett és zuhogott az eső. And Napoleon's artillery got stuck in the mud. És Napóleon a seregében a sárba ragadt. Who sent the rain? Ki küldte az esőt? You can answer that. Megválaszolják ugye ezt a kérdést. God said they will not cleave one to another. Isten azt mondta, egymással nem egyesülnek. Well, there have been others that have tried. Persze voltak mások is, akik megpróbálták az egyesítést. Hitler tried to conquer all of Europe. Hitler is megpróbálta egész Európát legyőzni. But he too failed. De ő is elbukott. Because God had said they won't cleave together. Mert Isten azt mondta, hogy egymással nem egyesülnek. After Hitler came. Hitler után ki jött? Stalin. Stalin. And it seemed like for a while that all of Europe would become communist. És egy ideig talán úgy tűnt, hogy egész Európa a kommunizmusnak az uralma alá került. The world was afraid of that possibility. És a világ teljesen megrémült ettől a lehetőségtől. And then communism crumbled. Majd pedig a kommunizmus is összeomlott. The end of the USSR. A Szovjetuniónak a vége. Russia was reborn. Oroszország újra élet. My wife and I, we had the privilege of going over there to the former Soviet Union and preaching the gospel. A feleségemmel együtt kiváltságunk volt, hogy ebben az időszakban a volt Szovjetunióban látogassunk, és az evangéliumot hirdessük. Bible prophecy said they will not stick together. A Biblia proféciája azt mondja, hogy egymással nem egyesülnek. That stopped Napoleon. És ez megállította Napóleon. Stopped Hitler. Megállította Hitler. Stopped Stalin. Megállította Stalin. It has stopped every would-be conqueror of Europe. És minden olyan törekvést megállít, amely le akarja győzni, vagy egyesíteni akarja Európát. Daniel 2:43. Dániel 2:43 azt mondja, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cserépben. I have a question. Van egy kérdésem. What is the future of the European Union? Mi a jövője az Európai Uniónak? Now you know. Most már tudják. They might get together, but they're not going to stick together. Lehet, hogy összefognak, de hogy egyesülni nem fognak, az biztos. You'll never get all of Europe to unite under one government. Azt nem fogják tudni elérni, hogy egész Európa egy kormányzat alá kerüljön. According to Bible prophecy. Legalábbis a bibliai profécia alapján. Let's review tonight. Akkor tekintsük át ma este. We found out the head of gold and the metallic image in Daniel 2 represents what kingdom?
Mi találtunk, hogy ennek a szobornak az arany feje mely birodalmat jelképezi? Babylon. Babylon. How about the chest and arms of silver? What kingdom? És mi újság az ezüst mellkassal? Mely birodalom az? Medo-Persia. A Medo-Persia birodalom. What about the midsection of brass? Mi van a törzsel, amely részből volt? Greece. Görögország. What about the legs of iron? What kingdom that symbolized? Mi történik a vas lábakkal? Mely birodalmat jelképez? That was Rome. A római birodalma. How about the legs of clay and iron? És mi van a lábfejekkel, ami vasból és agyagból áll? Modern Europe. Ez a modern Európát. Divided Europe. A megosztott Európát. We have tonight looked at 2,500 years of history written in advance. Most 2500 év történelmét tekintettük át, de olyan aspektusból, amit előre megírtak. Can you see why people can trust the Bible? Látják már, hogy az emberek miért bízhatnak a Bibliában? Can you see the evidence that God does know the future? Látják már annak a bizonyítékát, hogy Isten ismeri a jövőt? European history proves that God knows the future. Európa történelme bizonyítja azt, hogy Isten ismeri a jövőt. There's one more event. Már csak egy esemény van hátra. That's the rock. És ez a szikla. Let's read about it from verses 44 and 5. Olvassuk el a 44. és a 45. verset. 2500 years ago, Daniel tells the king. 2500 évvel ezelőtt azt mondja Dániel a királynak. In the days of these kings. És azoknak a királyoknak az idejében. What king? Mely királyok? This would have to be after the attempts to reunite Europe through intermarriage. Azoknak a királyoknak idejében, miután már megpróbálták egyesíteni Európát. After the attempts to conquer all of Europe. Miután megpróbálták egész Európát legyőzni. The days of these kings, modern Europe evidently. Ezeknek a királyoknak az idejében, más szóval a mai modern Európa idejében. After Napoleon, after Hitler, after Stalin. Napóleon, Hitler és Stalin után. It says in the days of these kings. Azt mondja, és ezeknek a királyoknak az idejében. Modern Europe. A modern Európa idejében. Támaszt az egek istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. How long will this kingdom last? Ez a birodalom mennyi ideig fog majd megmaradni? Gonna last forever. Verse 45. És most nézzük a 45. verset. Mint hogy láttad, hogy a hegyről kő szakad le kéz érintése nélkül, és szétszúzza a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat, a nagyisten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután nézem, és igaz az álom, és bizonyos annak értelme. The dream is certain, the interpretation sure. Bizonyos annak értelme és igaz az álom. And we know that's true as we look back over European history. És mi látjuk is, hogy ez biztos és igaz, hiszen visszafele néztünk Európa történelmére. So the rock band represents Christ's coming kingdom. Tehát akkor ez a kő Krisztus eljövendő királyságát jelképezi. Christ is called the rock in the Bible. Mert Krisztus nevezik a kőnek, a kő sziklának a Bibliában. 1 Corinthians 10:4. 1 Korintus 10. Christ's kingdom. Tehát az a szikla, az a kő, ami lezúdul és összezúz minden, Krisztusnak a királysága lesz. Someday Jesus will rule this world. Egy napon Jézus veszi át ezen a világon a hatalmat. Christ is coming back. Krisztus vissza fog jönni. The rock is coming. A szikla érkezik, a kő jön. So we can see tonight we are indeed living in the latter days. Tehát láthatjuk, hogy valóban az utolsó napokban él. Do you believe that? Hiszik önök ezt? Can we be sure? Biztosak lehetünk-e? Nostradamus said the world would end in 3959. A Nostradamus azt mondta, hogy a világ majd 3959-ben ér véget. Well, if that's true, we're a long ways from the latter days. Hát, hogyha ez igaz lenne, akkor még nagyon hosszú időnek kéne eltelni, ahhoz, hogy az utolsó napokban éljünk. Now, we know Nostradamus missed that prophecy. Láthatjuk, hogy Nostradamus tévedett ebben a proféciájában. We know we're living in the latter days. Mert mi tudjuk, hogy az utolsó időben élünk. Even the scientists today are telling us that. Még a tudósok is ezt mondják manapság. So we can see the evidence from prophecy, Christ coming is near. A Biblia proféciájából is láthatjuk, hogy Krisztus eljövetele közel van. Can you see why it's important to understand Bible prophecy? Látják már, hogy miért olyan fontos,
hogy megismerjük a Biblia proféciáját. You can face the future with confidence. Azért, mert bizalommal tekinthetünk a jövőbe. Knowing that Jesus is coming back. Mert tudhatjuk azt, hogy Jézus nem sokára visszatér. He's going to set up his kingdom, it will be an eternal kingdom. Majd ő fogja az ő birodalmát megalapítani, és ez örökké fog tartani. There will be no terrorists in that kingdom. Abban a birodalomban nem lesznek terroristák sem. There'll be no earthquakes in that kingdom. Még földrengés sem lesz majd ott. There'll be no taxes in that kingdom. Nem lesznek különböző támadások sem. Does that sound good? No taxes? Ja, nem lesznek még adók sem. Ez jól hangzik. I want to be a citizen of that kingdom, don't you? Én szeretnék ebben a birodalomban élni és örök. Citizen of Christ's kingdom. Krisztus birodalmában. Jesus promised he would come back. Jézus azt ígérte, hogy vissza fog jönni. Let's go back to the New Testament. Lapozzunk most az Új Testamentumhoz. After your marker. Az Új Testamentum az ön könyvjelzője után jobbra van. And read the promise of Jesus from John 14, 1 through 3. Olvassuk el Jézusnak a proféciáját, János 14, első 3 versét. This is in the New Testament now. Ez az Új Testamentumban van. You have the page there. Láthatják, hogy 130. oldalon van, ki van betűtve. Jesus says. Azt mondja Jézus. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. He says, I will come again. Azt mondja, hogy ismét eljövök. That's the rock. Ez a kő, a szikla. One more event to take place. Már csak egy esemény van hát. In the prophecy of Daniel 2. Dániel proféciáját szerint, ami a második fejezetben van. Coming of the rock representing Christ's return. A sziklának a lezuhanása Krisztus visszatérését jelképezi. Can we know how soon that will be? Tudhatjuk azt, hogy ez milyen hamar fog bekövetkezni? Well, of course, Jesus says no one knows the day or the hour. Jézus azt mondja, hogy senki sem tudja a napot és az órát. But can we, as we look at the events happening in our world and compare them with Bible prophecy? De láthatjuk-e azt, amikor körbenézünk a világban, és összehasonlítjuk a Biblia proféciáival az eseményeket? Can we get an idea of how close we are to Christ coming? Nyerhetünk valamilyen képet arról, hogy mennyire közel vagyunk ehhez az eseményhez? The answer is yes, we can. A válaszom az, hogy igen, lehetséges. And we're going to do that tomorrow night. És ezt holnap este fogjuk megtenni. Tomorrow night we're going to look at the prophecies that Jesus gave about how close we are to his return. Holnap este azokról a proféciákról fogunk beszélni, amit Jézus maga mondott arról, hogy mi is történik, mielőtt ő el fog jönni. Signs of Armageddon or signs of Christ coming. Armageddon jelei, vagy Krisztus eljövetelének jelei. We're going to study that tomorrow night. Holnap este erről fogunk tanulni. So I invite you to be back here tomorrow night, same time. Tehát arra hívom meg önöket, hogy jöjjenek vissza holnap este ugyanebben az időben. Let's close our meeting tonight with a prayer. Most pedig engedjék meg, hogy egy imádsággal zárjam be a mai előadást. Ask God to help us to be ready for Christ's coming. És kérjük meg őt, hogy segítsen bennünket, hogy az ő visszajövetelére készek legyünk. I want to remind you as you leave, just leave your seminar Bible on your chair. Arra szeretném önöket emlékeztetni, hogy a Bibliát, amit kaptak, a szemináriumi Bibliáikat, csak nyugodtan hagyják itt a székeken. You want to have Bibles for tomorrow. Szeretnénk holnap is Bibliákat adni önöket. But take your ticket book and drop off your ticket so you can get tonight's handout. A regisztrációs kártyájukat azonban vigyék magukkal, és ugye az első részt már legyenek szívesek majd le is adni. And be sure to bring your ticket tomorrow night for tomorrow night's handout. És ne felejtsék, hogy ezt holnap este hozzák majd magukkal, hogy megkapják a holnapi összefoglaló anyagot. Let's pray together. Most imádkozzunk együtt. Our dear Heavenly Father, drága mennyei édesatyánk, we thank you tonight for the evidence that the Bible is inspired. Köszönjük annak a bizonyítékát, hogy a Biblia Istentől ihletett. That you know the future. Hogy te ismered a jövőt. We're thankful for the assurance that Jesus is coming back. Köszönjük annak a bizonyosságát is, hogy Jézus nem sokára visszajön. We want to be citizens of his kingdom. Az ő birodalmának szeretnénk az alattvalói lenni. Help each of us to be ready for Christ's coming, we pray. És ezért kérünk, hogy segíts mindannyiunknak, hogy készen legyünk erre az időre.
Bless each family, each home on this special weekend, we ask. Kérünk, hogy ezen a különleges hétvégén áldj meg mindenkit, minden egyes családot, minden egyes otthon. In Jesus' name. Jézus nevében kértünk. Amen. Bring your friends tomorrow. Whoever brings the most friends wins the book. Hozzák el a barátaikat holnap este, mert aki a legtöbb barátot hozza, megkapja a könyvet. We'll see you back tomorrow night. És találkozunk holnap este.